A magányos fiatal lány megpillant a párizsi metróban egy sárga kabátos nőt, aki különös módon hasonlít évek óta eltűntnek itt anyjára. A nyomába ered, és eközben megpróbálja megválaszolni élete nyitva maradt kérdéseit. Valóban meghalt az anyja, ahogyan ő tudta, vagy csak karrierje miatt hagyta el a lányát, akit boldogabb időkben Kisbizsunak hívott. Ki volt az anyja tulajdonképpen, és kivé lett ő maga? Főhősünk kétségbe esetten igyekszik kikapaszkodni múltja sötét árnyai közül. Patrick Modiano regénye kicsi könyv, de rendkívül nagy mű. A fordítót, Rőrig Esztert arról kérdezem, milyen jelentősége van ennek a szerző életművében. Ez 2001-ben jelent meg, egyetlen kiadása volt ennek a regénynek. Akkor már 55 éves volt Modiano, és azon kevés francia író közé tartozik, aki már 23 éves korában az első regényével rögtön bekerült az irodalmi élet kellős közepébe, kitüntetést is kapott érte, a Csillagtér címmel jelent meg, sajnos magyarul nem folytották le. 10 év múlva, 78-ban a Sötétboltok utcával pedig a Goncourt díjat is elnyerte. Tehát egy rendkívül ritka, szerencsés karrier volt már a kezdetekkor is, amivel büszkélkedhetett, és aztán mondom, hogy hosszú évek múlva jelent meg ez a látszólag női regény, mert egyes szám első szemében egy női elbeszélő meséli az életének a különböző eseményeit, de valójában mindennek a hátterében Modiano saját életének eseményei állnak. A főhősünk, tehát ez a 19 esztendős lány, tulajdonképpen napról napra küszködve él. Olyan, mintha senkihez nem tartozna, mintha semmi célja nem lenne, csak úgy van a világban, és mindez visszavezethető arra, amilyen gyerekkora volt. A szerzőnek is ilyen gyerekkora volt? Minden regényében visszatérő motivumok a gondatlan szülők, akik valóban hamar sorsára hagyták, internátusban nevelkedett, alig érettségizett, le egyetemre már nem jutott be, és véletlenül bekerült az irodalmi életbe, és így megmenekült, azt lehet mondani. Nem is pusztán itt az egzisztenciális nehézségekről van szó, hanem egyáltalán az önmeghatározás kérdés, hogy ki vagyok, mi vagyok, kitől származom. A szülei is gyökértelen sodródó emberek voltak, akik a megszállt Párizsban sodródtak valahogy egymás, mert az apjáról nem is lehet tudni, hogy egyiptomi vagy milyen származás, az anyáról tudjuk, hogy Hollandiából menekült oda, tehát ez szinte örökölte is ezt a meghatározhatatlanságot, és aztán ezt keresi élete végig, ennek szinte egy ilyen megszállottja, hogy meghatározza önmagát és helyét a világban. Na most ez a Kisbizsuban, ez a látszólagos egzisztenciális probléma végül is egy egyensúlyi helyzetbe hozza a főhősnőt, akkor kezdődik a történet, amikor végre állást és egy állandó lakást kapott, és ugyanakkor a gyermekkori traumáknak a felidézése is ekkor kezdődik egy véletlennel, amikor is ugye találkozik a metróba egy nővel, akiben felismerni véli az anyját. Na most itt szeretnék rátérni arra, hogy látszólag nagyon egyszerű, nagyon rövid, nagyon világos stílusban megírt könyvről van szó, de nagyon nehéz kérdéseket feszeget, hiszen mindegyikünk magára ismerhet ebben a szövegben, hogy igyekszünk biztos pontokba kapaszkodni, hogy legyen egy rendes életünk, állásunk, jövedelmünk, és a tudattalan, az emlékek, az élmények, a traumák áttörnek a tudatunk kontrollján, és szétrombolják ezt a látszólagos egyensúlyt. Hát valójában erről van itt szó ebben a könyvben. Különösen, hogyha nincsenek ilyen kapaszkodók, mert ez a lány annyit tud, hogy állítólag Marokkóban halt meg az anyja, miután elhagyta őt, de az sem biztos, hogy meghalt. Emlékfoszlányok bukannak fel a gyerekkorából, amikor éppen az anyával élt, aztán nem, a bőre alá bekúszik ez a borzasztó bizonytalanság. Igen. Az olvasónak. Igen. Írás technikailag is ez nagyon különlegesen van megoldva, mégpedig úgy, hogy egyrészt van egy ilyen jelen szál, ahogy elmeséli a vele történteket a főhősnő, és akkor vannak a kihallgatott beszédfoszlányok, amikből ő rekonstruálja a múltját, ahol úgy, ugye nevelkedett egy kis vidéki faluban, és a barátnők ugye beszélgetnek az anyjáról, és valami kialakul benne. Azután pedig van egy kekszes doboz, amelyben néhány konkrét emléket őriz a múltból, egy pár tárgyat, fényképet, és pontosan, ahogy mondja, hogy semmiféle kapaszkodó, a nevét is csak a regény 30-valahanyadik oldalán tudjuk meg, hogy Teréznek hívják ezt a főhősnőt, tehát minden széteső és bizonytalan, és ugyanakkor pedig a Párizs konkrét helyszínein játszódik ez a történet, tehát bárki megtalálhatja ezeket az utcákat. Mégis saját maga Modiano is úgy határozta meg az írói látását és írásmódját, hogy a paradoxonokon, az ellentéteken nyugszik, tehát mindennek a
színét és a fónákját egyszerre próbálja megmutatni. Keresi az útját ez a lány, de ugyanakkor ebben a teljes bizonytalanságban és a lét szabadságában van belevetve, tehát van egy nagyon komoly filozófiai mélysége is ennek a műnek. Én úgy érzem, hogy Modiano, aki eddig 38 regényt publikált, kissé méltatlanul ismeretlen Magyarországon, és nagyon örülök, hogy ez a regénye megjelent most, és már fordítom a következőt az Éjfű címmel, ami jövőre fog megjelenni. A kis bizsú, Patrick.